Sound resumed. Na jó estét mindenkinek, itt Pierce Devon beszél, és hát éppen, hogy késnek egy pályáp, ez mindig belefér. Na ma este áldozata az nem más, mint Vizi Csacsi. Nehéz volt előkotorni, nehéz volt összeegyeztetni az időpontot, mert ugye mai napig elfoglalt. De üdvözöllek köreimben, kedves Csacsi. Na, szia Pierce, üdvözlöm a kedves nézőket. Én vagyok Vizi Csacsi, EU Westen, AN Vizi Csacsi néven játszok. Top lane a pozícióm. És talán még azt is elmondanám, hogy Diamond 1-en vagyok, 84 liga ponttal. Hát mivel sajnos néha ez alapján ítélik meg az embereket, hogy ki milyen élen van solo queue. Lassan már igazából a barátnő választás is így történik, hogy na akkor mit van, tudod, Diamond 1 90 valahány pont vagy 80 valahány pont, és akkor talán már bejöhetsz az embereknek. De pont nagyon jól kezdte a beszélgetésünket, mert ugye pont erre akartam legelőször elkérdezni, hogy legutoljára téged milyen külföldi zászló alatt és milyen csapatban láthattunk, és ugye ha jól rémlik, akkor ugye nyáron még az AN-ben, az Animate-ben játszottál, hogy arról tudsz-e nekünk valamit mesélni? Ő igen, az volt talán a pályafutásom során a legsikeresebb csapatom, az Animate Gaming. Együtt játszottam ilyen játékosokkal, mint Checker. Hát, nem egy nagy név, de később például az LG-be kötött ki. Ezzel a csapattal részt is vettem egy külföldi nagyobb kupám, ez a Gfinity volt, amit Londonban rendeztek. Ez egy LAN verseny volt, egy egész nagy pénzdíjazással. Habár eredmény nem értünk el, de mégis nagyon jó tapasztalatszerzés volt számomra. Igen, a bemutatkozásodban így elmondtad az összes lehetséges kérdésre, na jó, nem, persze nem, de így akartam úgy azzal kezdeni, hogy mi már ismerünk jó régóta, tehát tényleg másfél évvel ezelőtt még sorozatosan láttunk kupákon szerepelni, és ugye a Demoralize csapatában láttunk téged nagyon sokszor toppon játszani, és ugye ezzel már megint elmondtam a választ, meg már a legénél be is mutatkoztál úgy, hogy ugye top lane-es vagy, hogy a nagyon egyszerű szisztém alapján nagyon sokat láttuk az Irelia-t. Tehát én azokon a kupákon tömkelegesen csak Vizi Csacsi, top Irelia. Tehát más nem láttam, hogy most jelen pillanatban milyen karakter játszott top lane-en fönt. Aha. Hát Irelia-t azt most már sajnos nem nagyon lehet játszani. Az így Season 2-ben, meg Season 3 elején volt bevethető. De sajnos most már inkább ilyen tankos hősök felé mozdult el az új meta. Hát ez szerintem nem túl jó igazából, mert skill-töljük ki ezzel a top lane-ből. Most már az különböztet meg a játékosokat, hogy ki mennyire tud ilyen genkekre reagálni. Tehát a mechanics-ok nincsen hangsúly. Aha. Egy Renekton-t azt bárki be tud tanulni, és ugyanúgy el tudja játszani, mint egy top játékos. Hogy mondjak valamit például. Aha. Ugye kérdezést akartam, hogy jelen pillanatban ugye egy-két kupán még láttunk szerepelni mostanság is. Az Ekkeret láttam nagyon sokat, hogy jelen pillanatban, például az Animate-ben is a toppos produkciót mennyire volt mondjuk csapat húzóerő, illetve a csapattársaidok ugye nem magyarok voltak, ők mennyire, hogy viszonyultak hozzád? Hát igen, én igyekszem alkalmazkodni a metához. Akkor, amikor az Animate-ben voltam, akkor az Zek az nagyon felkapott volt. Ezért hát kötelességemnek éreztem, hogy megtanuljam, de hát nagyon meg is kedveltem ezt a hőst. Azzal szerintem húzó embere tudtam lenni a csapatnak, hogyha megkaptam. Úgyhogy ezt igyekeztek is kibannolni akkoriban. Hát az Animate nagyon jó légkör volt egyébként, ezt így hozzátenném. Az összes csapatom közül talán ott volt a legjobb. Ez mindenképpen pozitívum volt, ezért is tudtunk így 3-4 hónapon keresztül együtt maradni. Most nem fogok nevet mondani, de valaki az elmúlt két napban mondta, ugye, hogy egyre aktuálisabbá vált, hogy fogunk itt beszélgetni pár percet, hogy nagyon sokszor úgy jött el a top lane-ről, mint egy tényleg egy helyi sheriff, tehát és magyar csapattársai, illetve csapat tagjai mondták azt, hogy hát minden lény nyertünk, aztán lejött Csacsi, és 1v5, sziasztok. Te mennyire vagy tisztában azzal, hogy néha milyen brutális feed-de jössz a topról? Hát tisztában vagyok vele, nyilván, amikor játszom. De erre azt tudnám mondani, hogy akkor ott nem, valami nem volt megfelelő az ellenfél top lane-erétől, hogyha így hagynak, hogy elfidelődjek. Hát 1v1-be például meghalni lane-ben szerintem egyáltalán nem szabad. Ez egy első számú szabály. Max egy jungler gangbe, vagy nem halok meg, és inkább 20-30 minion hátrányba kerülök.
de akkor is kiért ezt nem szabad adni a másiknak. Azt, hogy így le tudok jönni elfidelve, hát ez valamilyen misplayből következhetett. Igen, igen, tehát én csak solo queue-ban tapasztalom, de amit most mondtál, tehát néha érthetetlen az, hogy miért nem próbál az ember, akkor inkább beülni tényleg a torony alá is, és akkor farmol tized annyit, vagy ötöd annyit, vagy harmad annyit, de nem hal meg, nem feedelsz itt egy, és nem ad még egy embernek asszisztot is belőle, például, hogyha a genkek ugye sorotosan jönnek. Másik az, hogy például egy meccs közben, tehát csapattársaiddal gondolom, ugye, de még kívülről tényleg azt látjuk, hogy egy halál nyugodt ember fölmegy topra és hozza a kötelezőt, amit én legutóbb láttam ugye nálad, és például a junglerre neked mennyire szokott igényed lenni? Tehát a játék, most egy számot kéne mondani, vagy százalékot, milyen sűrűn vagy rászorul, hogy az elején, vagy valamikor karaktertől függően persze, hogy mennyire vagy rászorul a junglernek a segítségére. Tehát mennyire érzed meg, ennyire biztosan a lélen? Hát attól függ, hogy milyen hőssel vagyok éppen, teljesen matchup függő. Hogyha az ellenfél lénere az erősebb, tehát mondjuk egy Renekton-hoz, én meg vagyok egy, tegyük fel Kha'Zix-szal, mert ez a matchup a Renektonnak kedvez, akkor lehet, hogy igénybe venném a jungler segítséget, de ha én vagyok a Renekton, akkor max arra, hogy jöjjön segíteni, hogyha az ellenfél junglerje jön, aha, és azt le countergenkelje. És akkor fent tudjuk tartani ezt a top lane dominanciát, úgymond. És egyre nagyobb előnyt ki lehet ott alakítani. És mi a kedvenc karit toppon, és leginkább melyik az a karit toppon, amit hogyha kihozol, akkor mindenképp nyerni akarsz. Tehát ugye ez két különböző dolog, tehát egyikkel szeretsz játszani, a másik, amit tudod, hogy nyerni tudsz. Hát így kedvencnek Kha'Zix-ot, Irelia-t mondanám. De hát ezek nem nagyon viable-ök most már, tehát nem olyan csempek, amiket elhoznék egy éles meccsben is, ahol a legjobb ellen kell mondjuk játszani. Hanem akkor inkább én is hoznék egy Renekton-t, Sivánát vagy Rengárt. Mert hát ezek vannak most a metában. Akkor ezek a kötelezők, amivel lényt lehet nyerni szerinted? Igen, de hát ezeknek megvan ez a sustain-jük. Aha. És speciál, hogyha mondjuk, bocsa beleszólok, egy Renekton kapsz picknek először is. Mit counterpickelnél rá kapásból? Kapásból? Én kapásból úgy állnék hozzá a Renektonhoz, hogy azt úgyse tudod megverni lane-en. Tehát valami olyat pikkelni kellene, amivel elfarmolok mellette. Ez igazából bármi lehet, de legcélszerűbb olyat pikkelni, amivel egyenlő farmod van mindenki. Így mondjuk egy Rengárt vagy Sivánát mondanék. A kérdésem azért voltam, hogy mindenképpen hozzád kötve, mert ugye egy veled hasonló játékos, beszélnek, aki toppon játszik, és ugye az, hogy mit szeret az ember játszani, és mi az, amit kötelezőnek kell kihozni, ez megint két variáció. Mondjuk ő a jungle-ben is ezt fortírozta, hogy melyik az, amelyikkel élvezet játszani, melyik az, amelyikkel biztos, hogy tényleg tudsz nyerni, és ugye többet tenni a csapatmunkához. Akkor ugye Kha'Zix a kedvenc is. Igen, itt igazából az a probléma, hogy a Doran's Shield az most nagyon erős jelenleg. Tehát ez Season 3-ban, amikor a Red Pot is korszak lejárt, akkor elkezdtek jönni a Doran's Shield-ek, és ez teljesen kiszedte az ilyen Assassin top lane-ereket a metából szerintem. Aha. Tehát ez az, ami így Jax-et, Irelia-t, Kha'Zix-ot kiszorította, vagy akár a Kennent is. Persze lehet ezeket játszani, de ezek nagyon szituációfüggő pikkek. Itt most egy magas szintű 5-5 primade-ről beszélünk, mert mondjuk solo queue-ba bármit hozhatsz természetesen. Aha. Sőt, solo queue-ba ezeket érdemes is hozni, mert ezekkel lehet carryzni. Egyedül is. Hát nekem innom kell szavaidat, mert tehát most ez el kell, hogy higgyem, belekötni sem szeretnék. Kérdésem az, hogy ugye egyszer-kétszer láttunk befutni így magyar kupára, de mi az oka, amiért annyira nem preferálod mondjuk a magyar csapatot? Már most mondjuk pont hülyeséget fogok mondani, mert most pont elkezdtél magyarokkal játszani, ha minden igaz, de ugye a külföldiek felé való hajlás, hogy velük való játszás, illetve hogyha velük játszhatsz, azt értékelt az előbb is ugye többre, hogy ennek mi az oka, hogy inkább feléjük közeledsz? Ez szerintem főleg azért van, mert magyar szinten lehet, hogy jó vagy, de az nem feltétlenül jelenti azt, hogy külföldön is megállnád a helyedet. És én jelenleg az egyetlen magyar játékos, aki külföldön is bizonyított, az szerintem Lego Maiego. Tehát őt láttam, úgyhogy nevesebb midlanerek ellen is megállja a helyét. Mást nem nagyon tudnék mondani, és épp ezért inkább külföldiekkel játszok szívesen. És mondjuk szerinted most a magyar communityben például, ezt mindenkinek szeretem ezt a kérdést föltenni,
hogy mi az, ami belőlünk hiányzik, vagy mi az, amiben kéne javítani, illetve mondjuk tegyük föl egy nagyon jó háttérrel induló kupa indulna, ami tényleg csábító, mert azért valljuk be, külföldön eléggé elterjedt ugye a pénznyeremény, meg ugye sok minden apróság még, amit ugye lehet ebből kieszkelni. Mi az, ami húzóerő lehetne, mi az, ami egy kupát jóvá tehet szerinted? Uha, kupát. Hát igazából jelentkezők, sok jelentkező kéne először is. Te, akkor úgy értem, mi az, ami legyenek mondjuk... legyenek erősebb csapatok is. Na igen, tehát akkor az a kérdés, hogy szerinted hogy lehetne valahogy összeeszkáválni úgy egy kupát, hogy a nevesebb csapatok is, magyar szinten is azt mondják, hogy na akkor erre a kupára érdemes eljönni. Tehát... Hát valami nyeremény az biztos kéne. Hát szerintem akár egy RP-díjazás is elég lehetne. Rendszeres RP-díjazású kupa. Tehát tegyük föl, mondjuk havi egyszer lenne, és lenne egy tényleg tisztességes RP-nyeremény, akkor szerinted arra mindenki, még te is fölkapnál a fejed, és azt mondja, na, akkor gyerekek valamit állítsunk össze, és menjünk a kupára. Valószínűleg igen. Aha, na, jó. Amúgy ezzel tisztában voltam nagyjából, de mindenképp ugye, mert a magyar community összekovácsolásához mindenképpen ugye a ti jelenlétek is kell, még az a pont, hogy a magyar játékosok, a magyar topjátékosok is akik kialakítják ezzel a kommunitőről a véleményt. Mert ugye azért tudjuk nagyon jól, hogy az alap mentalitása a magyarokról az nem túl pozitív. Már a magyaroknak sem, hát mi a külföldieknek, saját magunkról. És ugye mondjuk egy kupán való sorozatos részvétel, még kisebb csapatoknak is, talán hát, fejlődés lehet. Kisebb csapatoknak mindenképp megéri szerintem elindulni kupán, még ha nincs RP-díjazás akkor is. Uh-huh. Már csak azért, mert team practice-t ezzel tudják gyakorolni. Tehát együtt tudnak játszani, akár erősebb csapatok ellen is, és ebben mindenképp csak tanulni tudnak. Tehát még ha nincs RP-díjazás is, akkor is érdemes elindulni egy kisebb csapatnak, és nem úgy felfogni a vereséget, mint kudarcot, hanem mint fejlődési lehetőséget. Uh-huh. Ez tök szép volt. De tényleg amúgy így van. Csak mondjuk én speciál, biztos, hogy romáégnék egy bukásom, nekem ezért nem volom mondjuk már játék. Én csak azért kérdeztem, mert ugye mindenki más is érdekli, mindenki más érdekel, mindenkit érdekel konkrétan az, hogy hol vannak ezek a nagy magyar csapatok, hogy a kis csapatok ugye mennyire szeretnének ugye nagyobb nevek ellen játszogatni, és ugye ha még ki is kapnak, azért talán egy kisebb élmény ezeket átélni, vagy mondjuk egy csacsi ellen játszani fönn toppon, és még lehetne sorolni nagyon sok játékost, aki tényleg a legjobbak közé tartozik. Jóan kérdésem, amikor most jelen pillanatban ugye azt láttam meg úgy nagyjából hallom, hogy játszom magyarokkal is, de most van-e mondjuk valami aktuális, tényleg valami aktív klánod, ahol játszol? Hát most jelenleg játszok pár külföldivel, de ez nem túl komoly, inkább csak így Challengerben játszogatunk, arra jó, hogy ne jöjjünk ki a formából. Aha. Meg ez ilyen fanolás inkább. Most amire gondolsz, azt szerintem a nem régiben lezajlott MOBA Fire Kupa. Igen, például tegnap. Amire a Demoralize-zal mentünk. Legóval, Pónival, Tomzival, meg Szuxival. Amit meg is nyertünk. Igen, ezt mondom, hogy ha a tudomása jó, akkor nyerjetek, de hát így nincsen nekem plusz pont, és nem vagyok eléggé felkészülve. De amúgy tudtam, mert annap is boldogan írta le Szuxi, hogy sikeresek voltatok a kupán, amihez én is gratulálok. Ott mi volt a nyeremény amúgy? 3200 RP és 30 dollár fejenként. Ez egész jó. Hát abban már lehetsz ki neked küldeni, mi nekem is. Persze, majd küldek egyet. Ó, köszönöm. Nem csak így szeltem. Hát igazából nagyon erős csapat nem indult ezen. Egy csapat volt, amivel nagyon megszenvedtünk. Ők ilyen challengeresek voltak. De teamfightokban ki is jött, hogy nincsen nagyon csapatban tapasztalatuk. Mert inkább ilyen solo queue játékosok voltak. Uh-huh. Tehát laning phase-be bizonyos helyeken nyertek, de a teamfight-okat rendre vesztették. Aha. Nagyon jó kérdésem van, hogyha topról valaki elküldene, mondjuk, ha egy magyar csapatban megállapodsz, adja az Isten, és azt mondják, hogy topról más játszana, melyik lényt vállalnád el? Vagy akkor azt mondod, akkor inkább hagyjatok engem békén? Mármint, ezt hogy érted? Hát, hogyha mondjuk valaki mást gondol a csapat... Igen, lecserélnének? Hát nem lecserélnének, hanem mondjuk ugye igazából valaki csak toppon lenne jó. Hát, igen. A kérdés nagyon egyszerű például így, hogy... Mi lenne a másik lane? Mi lenne a másik lane, amire mondjuk, amíg talán elmennél? Supportolni. Akkor nagyon jó kérdés. Szerinted ez a adik erő, hogy a supportnak kell jobban játszani? Mondjuk ez hülye kérdés, de
nagyon sokan mondják, hogy hát a support az annyit sem ér, meg ennyit sem ér, ez nem igaz. Tehát legalább ezt cáfold meg te is, hogy ez nem igaz. Tehát a Nem, supportnak nagyon sok múlik a a játékán. supportnak nagyon sok dolga van, sőt, azon múlik szinte minden, Igen, főleg igen. primédekben is. Hát a jó Istennek, legalább nem csak Support én mondom. alakítja ezt a ward controlt, map controlt, ő csinál kólokat, és általában neki is kell playeket csinálnia. Tehát ilyen, amikor valaki trash-t megy, Alistar-t, Zonát, meg stb. Ezeket a flash ultikat, flash hookokat, meg stb. Ezt meg kell tudnia csinálni a supportnak. Tehát a kifejezetten az is egy vezér személyiség mondjuk a support Igen. szerint. Aha. Hát a top után mondjuk az is egy vezér pozíció, mert ha a topon lejön ugye a vadállat, akkor most eljöttem, srácok, hozzátok dragonozni, akkor menjünk el szépen. Mert gondolom, egy ilyen nem mindig beszéltek köszönni általában, hogy ha lejössz topról, hogy akkor most mehet a dragon, vagy pedig lehívnak. Hát azt előtte meg kell beszélni, igen. Aha. Tehát, hogy elindulsz lefelé, és mondjuk nem alkalmas arra a csapat, hogy elkezdjünk egy dragont, mert akár 4v5-be is mi isszuk meg annak a levét, akkor nem érdemes lejönni. Tehát ezt nagyon jól kell időzíteni. Mondjuk éppen visszaküldik az ellenfél botlényét, és akkor te lejössz, gyorsan megcsináljátok a dragont, közben a top torony ne essen le, mert ez nagyon fontos. Hogyha egy objektívet elveszel, így például a dragont, meg a tornyokat is értem objektívek alatt, meg a nasort, meg ilyesmit, akkor ne veszítsél közben egy másikat. Ez elég fontos. Világos, világos, világos. Tehát például jungle-be nem mennél be. Jungle-be? Hát én nem vagyok egy túl jó jungle-es. Általában vesztünk, amikor én vagyok a jungler, úgyhogy inkább nem. Megmondom akkor, de azért néha funolni, hogy ilyen sima normálokon beszoktál azért nézni, hogy mi van az erdőben. Inkább kihagyom. Inkább kihagyod. Hát rákényszerűen bemegyek, de... Tehát, az nagyon nem nekem. Míg amúgy fordítva talán jól működik, hogy a toppost, pontosabban egy lénes játék, és lemegy a jungle-be, még talán működik, de hogy egy jungler, aki mindig jungle-ben játszik, az kiküldeni lénre, az orbitális nagy szívás tud belőle lenni. Tehát nem találja helyét a lénen. Igen, igen. Pedig fontos az is, hogy ismerjék a léneket a junglerek, főleg solo queue szempontjából, ha ott jól akarsz játszani. Ismered kell, hogy mikor gankelhetsz és hova. Hát nekem lehet, hogy ez a problémám junglerként. Nem nagyon ismerem a midlane-t, nem nagyon ismerem a botlane-t, nem tudom, hogy mikor mehetnék Igazából oda. Nem is fontos toppon Csak játszol. Igazából a toppos genkés ez dolog, de ami toppon igazából eddig tőlem láttunk, főleg amikor gyakrabban jártak kupákra, hát nem sok. Hát én nem mondhatnám azt, hogy gyenge volt, mert ha ilyet mondanék, valószínűleg addig mennék streamer. De tényleg lehetne melléd ugye hasonló kaliber embereket mondani, de a legjobbak közé tartozol, és ezért is egy jó választás volt szerintem. Még egy olyan kérdésem lenne, hogy jövőbeli tervek. Tehát van-e valami megcélzott csapat, ahol szeretnél bekerülni, vagy van-e valami lolon belüli, hát azt mondom, most szeretnél a miniszterelnök lenni, ez nem érdekel, de van-e valami terved a lolban? Hát szívesen játszanék nagyobb csapatban, de nincsen meg az ismerettségi köröm, hogy igazából bekerüljek. Ez egy fő probléma szerintem. Lehet, hogy többet kéne solo queue-znom, mert nem becsülöm túl nagyra a solo queue-t jelenleg. Inkább csak ilyen hős gyakorlásra jó, meg hát persze a kapcsolatok kialakítására. De ez, aki solo queue-t játszik, az nem fogja kitanulni a játéknak az igazi dolgait. Aha. Tehát igazából mert vannak... Hát itt a primaden van a hangsúly, ez az egész játék arra épül. Solo queue-ba elsajátítasz egy hőst, és akkor primédbe pedig megtanulod, hogy hogyan alakul a játék. És egy nagyon ilyen spoiler info, ez a csapat, amely tennap volt mondjuk a kupán, annak van-e valami jövője? Van-e jövője? Hát ez majd elválik ezt. Nem tudom akkor van ott valami, jó van, akkor Fierce mehet majd spoilerkedni. Nem, tehát az a felállás azért valljuk be, hogy most jó, téged leszámítunk, mert itt vagy, de ott van 4 egó bomba. Azokkal nehéz összeférkőzni, vagy aha, az a baj, hogy ott van egy... Hát ez hosszú távon problémát jelent. Igen, tehát valamelyik ott orra bukik, és a másik csak annyit szól be, hogy béna volt. Hát ott aztán teljesen kész. Gondolom, ott vérfürdő van. Megesik. Jó. Tegnap nem fordult elő igazából. Jól játszottunk. Hála a jó Istennek. És amúgy sajnálom, tehát igazából máskor szólhatnátok, hogy ilyen kupára, amit ti mentek robotolni, mert szerintem nagyon sokan kíváncsiak lennének rátok, hogy szerepeltek egy ilyen kupán például. Ez egy jelzés volt, hogy máskor szóljatok már. Rendben, feltétlenül szólunk. Hogyha ilyen van. Jó van. Akkor, tehát most így konkrétan nincs sehova beadva sem az önéletrajzot, hogy mennél valami csapatba. Tehát nem, úgy mondom most, hogyha valaki egy óriási jó ajánlatot dob, akkor kelendő vagy.
meg lehet téged Akkor igen. vásárolni. Aha. Akkor csak rászólok majd a fanatikusokra. Van itt egy jó magyar Jól sáncisztán. teszed. Jó van. Jó van. Csacsi, hát én szerintem majdnem mindent, amit lehet kiszedtünk belőled, és köszönöm szépen, hogy a meghívást elfogadtad. És nem tudom, van-e még valami mondani valót számunkra, illetve nézőknek. Én a Pigrippet még szeretném kiemelni, Na. mert őket követem általában mostanában, mert szerintem nagyon jó, amit csinálnak, hogy így együtt vannak, és kitartanak egymás mellett, mert náluk lehet látni, hogy nagyon szépen fejlődnek, és akár a jövőben még nagyobb szintre is elérhetnek. Képzeld el, hogy egy fél év volt velük egy interjúm, akkor még Ancients néven futottak, és egy-két ember hiány, de körülbelül ugyanaz a csapat volt. Tehát egy, azt mondom, hogy Chris például, Getro, és azt mondom, igen, hogy igen, Exxon még nem Józsi, volt, igen, Exxon még nem volt ott, illetve ugye Chain Caller volt, aki ott valami volt, és aztán dugó cserebere, de volt egy kis apró cserebere, de már akkor is ugye tényleg az elszántság, és akkor is mondták, hogy volt már ugye orrabukások, de mindegy, azon át kell menni, az haladni kell. Igen, igen. Egy nagyon jó kérdésem van, az és is nagyon... őket hol követted? Melyik streamen nézted őket? Ábrakim. Hát természetesen a tiédet. Ah, köszönöm! És meg voltál elégedve vele? Csak egy picit már rólam is, tudod? Persze, meg voltam. Ó, köszönöm. Jó, minden, tehát trollkodás, ezt befejeztük. Még gyorsan megnézem, hát ha valami kérdést tudok halászni, de itt van egy olyan... Ez nem tudom ki, hogy legalább tizedik kérdés, hogy hol akarom tudsz mondjuk alakítani a csapatot. Hát, be akartam fejezni a trollkodást, ezt muszáj voltam kiemelni. Hol akarom plusz? Igen. Persze. Persze. Szívesen. Akkor továbbítom a kontaktot felé. Jó? Jó, oké. Okay. Csacsi, tényleg én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és reméljük, hogy többet fogunk lenni téged a Magyar Kupán. Aztán a célokat elérted, akkor mindenki szólja nekünk, mert fogunk érted izgulni. Jó, rendben. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Szia, hello! Sziasztok! Sound muted.